Jó reggelt, hölgyek, urak! Rendes testületülést tartunk. Hát adott képesek vagyunk, nem hiányzik senki. Illetve itt van mindenki. Napirendek a kiküldtek szerint. Viszonylag szűk időkedben vagyunk, úgyhogy másokról nem nagyon, ami nem tartozik ide, aztán most hanyagolhatjuk, mert 10 órától jön a termet elfoglalták, a vízműtársulat országos találkozója lesz, de bőven elég az időnk. Egyebekre van mód, ha valakinek van ilyen jellegű, akkor ezt most mondja. Köszönöm szépen, nincsen. Benne van a napi rendek közt, igen, a munkaidős. Ezt kapott mindenki? Van az anyagban egy Sigbiz nevű anyag, ezt a végén vissza kell adni, mert volt egy ilyen filmet, egy szigorú bizalmas. Nagyon-nagyon jó film volt. Már nem tudom, miről szól, de... Igen. Akkor a napirend elfogadásáról, ha bejelentkeztünk... Melyik őr itt? Itt nem ír, de én nem írja, hát nagyon sajnálom. Ez a mérvadó. Ugye, jelentkezzem akkor, ha akar valamit. Látjuk, igen, akkor Beltáni Tájnán Gyulit parancsoljam. Igen. Partnerségi rendelet módosítása, azt hiszem, benne van már most kiosztott anyagban, de nem vagyok biztos benne. Napirendben is benne volt? Egyebekben. Jó, rendben van. Ha más nincs, akkor szavazzunk a napirend elfogadásáról. Köszönöm. Első napirendünk Gödváros önkormányzatának 2010-es évi költségvetési rendeletének második felé módosítása. Mint ismeretes, ugye ezek a módosítások mindig utolagosan történnek, és már lezajlott eseményeket tesznek elfogadottá, de ettől még a helyzet nem változik meg. Az anyag kiküldésre került remélhetőleg, és pénzügyi bizottságot kérdezem, hogy tárgyalták-e. Milyen eredménye a parancsol? Ja, köszönöm, megkaptam a szót, mert nem... Hát hogy nem? Jó, hát ha kérdeztem, akkor ez már azt jelenti, igen, hogy nem vagy jó. Igen, tárgyalta a pénzügyi bizottság, és javasolja a testületnek elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő urak, sok táblázat. Röviden. Igen. De hát a Gödi önkormányzat működése, hogy egy nyitott könyv, úgyhogy nem hiszem, hogy kevés kérdések, mert nagyon transzparensek vagyunk, igen. Tényleg így van. Ha nincs kérdés egyéb, akkor kérem szavazzunk a módosítások elfogadásáról. Második napirendi pontunk. Beszámol a közvetett felület 2015. évi munkájáról. Ennek a 1/4. oldal nálam így van jelölve. Tudjuk, hogy új vezetőt kapott a közterületfelügyelet. Alkalmazkodtak egyrészt, hát fölpörgött a munkája, kapott egy plusz létszámot is. Azt gépkocsit is kaptak, tehát alapvetően a technikai felszereltség javult. Azt lehet látni, hogy a vezető asszony ugye egyrészt hát vásol is volt már köztölt fel egyelő, mert ugye megjelentek olyan elemek a munkában, amit eddig nem nagyon láttunk, de hát a saját korlátai között igyekeznek. Sok javaslatuk volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen bizalmat érdemelnek a továbbiakban is. Ha van is javító, segítő észrevétel, azt tegyük meg, ami bővíteni a tevékenységi kört. Szabó Csaba úr, elnök úr. Köszönöm. Pénzügyi bizottsághoz igen, bejött a felügyelet beszámolója, és javasolja a pénzügyi bizottságot testületnek elfogadni. Köszönöm. Igen. Rendben van. Kérdés, észrevétel. Abban gondolom, hogy egyetértünk, hogy jobban kell, még jobban kell pörögni, vannak közterületi rendetlenségek, és hát a közlekedéssel kapcsolatban is van, bár
azt gondolom, hogy azért végül is a viszonyokat figyelembe éve korrektul működik a közlekedése. Néhány renitens van, aki megáll akárhol, akármikor, hát ezeket pedig figyelmeztetni, büntetni. Ez előfordul. Kire gond? Mindenki valaki van, nem tudom, össze-vissza nézd előttök. Van valami konkrét cél, személy vagy mi? Igen. Majd még esetleg a köztelfélet, nem tudom mennyire, a Mári jó jelenséget mennyire tudja kezelni, de esetleg rájuk bízhatnánk, hogy ebbe lépjenek fel. Tehát elment a feljelentés. Határozottabban, de hát el fogják utasítani. Ugye Mário, egy Mário nevű ember Gödöt járja, és most is legalább 20-30 embert pénzt kér mindenkitől. Ami volt két éve, meg egy éve, ugyanez folytatódik, és sokan odatadják a 1000 forinttól 10.000 forintig levő összegeket, meg kölcsön kéri. Nem tilos kölcsön kérni, adnak neki, mert gyerekhez kéri. És hát széles kört érint, mert mindenhol is. Egyszerűen komoly pénzéget keresett naponta ezzel, hogy... Törvény meg nem tűzse. Nem tűzse. És úgy mondta más. Egyrészt valóban csatlakozok polgármester úrhoz, hogy a közterületfelügyelet nagyon sokat fejlődött minden szempontból. Másrészt volt korábbi kérésem, és ezt majd szeretném, hogyha az év folyamán bemutatnák, ami arra irányul, hogy a bejárási rend, tehát hogy most mi a bejárási rend, de követnek, tehát hogy az, amiben megbeszéltünk, hogy gyalogosan bejárják a legforgalmasabb területeket, minden második nap, illetve hogy a város egészét lejárják szisztematikusan, körülbelül havonta egyszer, vagy gyakrabban, amennyire a kapacitás engedi, tehát hogy ezt szeretném majd látni az év folyamán, illetve a másik pedig, hogy a különböző kihágásoknak a pontos eljárás rendjének a kidolgozása az is szerintem egy fontos feladat lenne, hogy mindenki számára világos legyen, hogy ez az itt egyébként helyesen felvázolt, illetve leírt intézkedési sorrend az egyes kihágások esetén milyen határidőkhöz kötött. Köszönöm. Ha más észrevétel nincs, akkor kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Hármas pont. Beszámol a Gödi polgármesteri hivatal tevékenységéről, hát nem hinném, hogy ez egy ilyen pontban tárgyalható, ez szerintem egy teljes külön napirendi, külön testületi ülés lehetne ez, ez olyan összedett téma, hogy... De most erre van itt módunk, úgyhogy anya kiküldése került, így is 30 oldal körül van, 32, úgyhogy jegyző úr. Kiegészteni való van. Nagyon-nagyon röviden csak itt annyit szeretnék én ebbe. Legelőször is első részként, hogy ennek a beszámolónak része az ügyvédi tevékenységnek a beszámoló, és amit itt szigorúan bizalmas anyagként adtunk ki, azért, mert ott végül is akár taktikai konzekvenciákat is le lehet vonni, az ügyvédek ezt precízen elkészítették. Én azt kérem, hogy akkor áttekintés után akkor ezt a végén összeszedjük, illetve ott van Judit, illetve elvileg Garabon doktor is érkezik, és akkor én megkértem őket, hogy azért adjanak a zárt ülés részben egy-egy rövid-rövid összefoglalót egy-két percben az anyag mellé. Akit érdekel jobban, az nálam az ülés után akkor a későbbiekben is, meg nálam is hozzájuthat ehhez bármikor, akit érdekel valamelyik téma részletesebben, az anyag ott lesz, de itt most... De erről most ilyen módon tudunk csak beszélni. Tehát ezt a részét majd az ártülésben, és van zárt üléses rész a testületülés végén, akkor lesz mód erről is röviden beszélni. Nagyon-nagyon röviden a 32 oldalas anyagban osztályonként benne van a hivatalnak a tevékenysége, kezdve onnét, hogy tavaly évben 22 testületülést tartottunk, hány bizottsági, hány egyéb ülés volt folytatva azon, hogy 28.800 iktatott ügyirat vett keresztül a hivatalon, amelyből 13.000 valamennyi volt az adós. Benne van, hogy csoportonként hány ügyet láttak el a különböző osztályok, benne van, ami kicsit szűkebben összefoglalva a pályázatokról beszámoló a beruházási osztály részében, amit 6-os pontban egyébként bővebben tárgyalunk 2014-2018 vonatkozásában. Tehát, aki ezt elolvassa, az tisztában lesz azzal gyakorlatilag, hogy az önkormányzat, illetve a hivatal milyen tevékenységeket, milyen mennyiségben és milyen minőségben látja el. A minőséget
de arról lehet indirekt módon következtetni, hogy minimális számú kormányhivatali észrevétellel kellett megküzdenünk, de amit tettek, azt természetesen megtettük. Röviden ennyi, köszönöm szépen. Itt József, én most ebből beolvasok, és a Naposparti Kft-ről, aki ezt elolvasra, nem tud meg semmit gyakorlatilag. Hogy pontosan milyen esélyeink vannak meg, hogy tehát valószínűleg a képviselők részére ezen egy kicsit bővebben is kellene tájékoztatás, hogy mi az ügy alapja, mert nem mindenki ismeri, ezek már 20 éves ügyek gyakorlatilag, és nem mindenki ismeri, hogy pontosan mi történik. Azon kívül pedig a Philip Kábelnek ez az adott összegre szóló követelés, az szerintem egy tengeri kígyó, és a büdös életben lesz se vége, se hossza, és pénzt se fogunk kapni. Tehát ezeken kell foglalkozni, ezeket egyszer el kéne engedni, akkor hogy értelmetlennek tűnik. És a Deák-féle ugye szintén benne van, ugye? Igen. Az is ott szerepel jó. Hát a Naposparti a lényeg, mert ez mostanában nagyon élesé válik, és én például most ebből értesülök arról, hogy a felek, az alperesek egyeztetés kezdeményeztek. Mondjuk illet volna valaki szóljon, hogy van egy ilyen. Hát még csak kezdeményeztek. Tehát de magát a tényt, hogy kezdeményezték. Hát hogy legalább tudjak, hogy akkor nem azt kommunikálom kifele, hogy ezek ilyen meg olyanok, akik nem hajlandók semmilyen együttműködésre. Mert ez időnként fölmerül különböző helyeken a Napospartinak a dolga. Tehát az adott ügyvéd, aki ezzel foglalkozik, az legyen szíves, és bármi esemény történik, azt közölje. Tehát nem az ügyvéd minket képvisel, és nem maga az ügynek a tulajdonosra, hanem csak képviselője eltekintetünkben. És ugye a Napospartinál volt olyan, hogy egy időben, hogy a Garabon doktor és a többi ügyvéd, talán Judit, párhuzamosan tevékenykedtek, és azt megtapasztaltam, hogy az egyik ügyvéddel beszélve, konkrétan a doktorról, fogalma se volt a másik ügyről. Semmilyen ismerete nem volt, és ennek olyan módon járt el, ami már nem volt releváns, mert fogalma nem volt, hogy közben mi történik a másikban. Ez már történelem, ebbe tekintetben. Sikerült feloldani, abszolút. Ezt sem mondtad. Parancs most volt, hogy fel kell oldani ezt. De akkor ezt meg kell mondani, hogy feloldottam, nem? Igen. Látom, hogy balra át, akkor látom azt, hogy balra át van. Feloldottam. Nem, hogy feltételezem, hogy valószínűleg balra át van. Feloldottam, igen. Örülök neki. Köszönöm. Igen. Üdvözöljék egy védőrát. Következő nap, ha ez rendben van, ugye a hivatali része rendben van, az egyéb működés az a szemetek előtt zajlik. Szerintem a hivatal munkaereje kevés a feladatok elvégzéséhez. Ez általában az egész városra igaz, hogy egyes dolgokat nem végezzük el rendesen, nem tudjuk elvégezni. Másrészt meg túl sok a hivatal nagysága és a rendelkezésre álló kapacitás a város anyagi erejéhez képest. Tehát kettőség van, a pénzhez képest sokan vannak, a valósági feladatok meg kevesen. Tehát az, hogy a terület elhanyagolt, utcák elhanyagoltak, patkák elhanyagoltak, minden elhanyagolt, amerre mész. Új telep úgy néz ki, a bejárata évek óta, ezt mindig Lenké Gyurinak ugye tolmácsolom, hogy egy kis szépérzékkel új telepet át kéne alakítani a bejárati részt, ahol a városba bejönnek. Mert egy elhanyagolt, két oldalt fölrakódott, bokrokkal tele, egy rendetlen terület, és hát Gyurinak fontos, hogy ott lakik, de a többiek, nekünk is fontos, hogy mindenki ott jár be. Ott jönünk rá a kettesről. Tehát, hogy ezek a dolgoknak nincs elég gazdája se, ember sincs rá, tudom azt, hogy nincs elég erő, mert most ugye lehet azt mondani, hogy Olá Pistene, ott van három ember, mit csinálnak? Hát a három ember valamit csinál biztosan, és arról az oldalról nézem, hogy valószínűleg dolgoznak becsülettel egész nap, de a három ennyire elég, amit látszódik. Ahhoz, hogy minden rendben legyen, ahhoz sokkal több ember kellene, mert sokkal több erő, de arra meg nincs anyagi lehetőség. Tehát ebben azért valami szemléletváltás, legalább azokat, amik szembetűnőek dolgok, azokat valahogyan jobbá tenni. Út mellett látom, szedik össze a szemetet, igen, megtörténik. De pont akkor, amikor amúgy is lesz városi takarítás. Tehát amikor a városi takarítás lesz jövő héten, vagy két hét múlva, akkor nem kellene két embernek közben szedni végig az út mellett és zsákolni, mert úgyis ez lesz a feladat. Tehát ez meg nem értelmes a dolog, hiszen... Igen. Akkor a városi takarításnak is az értem, nem tudom, aki olvasta esetleg, Vál Krisztina egy értelmes ember, és ő írja, hogy nem ért, ő alapban nem értett az ilyen akciókkal, mert ez valakinek a dolga amúgy is. És akkor azt fizetik, akkor miért nem az végzi el, és miért kell az embereknek kimenni és összedni más szemetét, amit nem ő dobálta ki. Általában azt szedi össze, aki nem dobálta el. Aki eldobálta, az nem megy ki összeszedni, valószínűleg az. Tehát valóban van ebben igazság,
De hát az ilyen akcióknak nem csak az a szerepük, hogy a szemetet összedjék, hanem az, hogy egy közösséget építsenek, hogy összejönnek, ismerik egymást, megtapasztalják, hogy egyáltalán van ilyen, hogy szemetelnek, meg van, aki nem is találkozik vele. Tehát szélesebb kört érintenék, úgyhogy én azt mondom, hogy jók ezek az akciók. Azért legyen. De mindenképpen a várost szebbé kell tenni, és ez hát most vagy szervezetileg, ugye valamit ezeket még a Olá Pisten, Mucsi Laci féle csapatot még erősíteni kell, kontrollálva persze, hogy Tamás erre mondta, hogy milyen módon csinálják, hogy dokumentálják. Valóban, ha reggel jön az ember 8 órakor, akkor azok az emberek 8-kor kezdenek, és azért állnak még az udvaron, vagy azért, mert még ugye készülnek a munkahelyre menésre, vagy hogy elég hatékony-e. Mert az egy embernek az alakulása 5 millió forint évente. És azért tavaly is nagyon sok emberrel bővült a város apparátusa. És hát egyszerűen azokat a pénzeket, amit fordíthatnánk jó esetben a fejlesztésre, azok egyszerűen elfogynak a napi föléjük. De alapvetően a hivatalra relatíve kevés panasz érkezik. Nem azért, mert annyira jól szervezett, hanem azért, mert megáll azért a lábán. Néha azért vannak, amik. Nem. Jó. Szabó Csaba úr. Köszönöm szépen. A pénzügybizottság tárgyalta a beszámolót, és végül is nekem örömömre szolgál, hogy kaptunk egy ilyen beszámolót, mert egy kis áttekintést kaptunk a polgármesteri hivatal munkájáról. Én, amit hiányoltam saját magam személyében, és nem a bizottság álláspontját mondom, hogy a neveket a létszámok mellé szerintem jó lett volna oda tenni, odaírni, hogy ki mit végez, mert annyira bővült a polgármesteri hivatal létszáma, és annyira megváltozott a különböző területeknek a személyi ellátottsága, hogy ezt jó lenne, hogyha a képviselők is látnák. Jó, annál is, ettől függetlenül ennek nincs akadály, hogy akkor egy ilyen jelenleg. Hogy legközelebb, hogyha egy ilyet kapunk, akkor a munkatársak nevét azt kérjük jó. Szépen odaírni. Köszönöm. Menkégy úr. Igen. Köszönöm szépen. A 119-es oldalon kezdődik a szociális támogatások ügyintézése. Itt a hivatalon belül én nekem az lenne a, nem is tudom, nem javaslatom, hanem leszögezném, hogy a szociális ügyeknél úgy van megszervezve a munka, hogy mindenki tudja a másik munkakörét is ellátni. Tehát bárki kiesik, akkor az a munka, az a ügyintézés, az megy tovább. A hivatal más osztályán ezt nem tapasztalom. Ha valaki elmegy szabadságra, az az ügy leül egy hétig, két hétig, amíg szabadságon van, amíg beteg. Tehát az a javaslatom, hogy ezt a gyakorlatot, ami itt a földszinten megvan, esetleg a második emeleten is meg lehetne valósítani. Igen. Jó. És akkor ugye, amit a hivatal felén kérnék, hogy vagy eddig is kértem, de most is kérném, hogy az ügyfélbaráti eljárás. Az, hogy amikor tudjuk azt, hogy előbb mondtam, hogy kapacitási hiányok vannak, nincs erőnk mindenre, de hogy az ügyfél ezt ne érezze, vagy úgy érezze, hogy ő azért foglalkoznak, még akkor is, ha nehezebben intéződik el. Ez főleg a műszaki ügyeknél jelentkezik, ahol ugye valakinek jár, de egyéb útra sok probléma mondja magáét, hogy neki az kellene. Akkor az a válasz, hogy majd ugye, valamikor, meg hát az van, hogy nincs erre pénz, meg tehát olyan válaszok érkeznek, az, hogy igen, a problémáját értjük, tudjuk, és igyekszünk rajta. Ebben tapasztalom néha, hogy hát nagyon tárgyszerűek vagyunk, és nem jól veszik ki magát, mert végül is azért az önkormányzat nem csak útügyintéző, hanem végül is egy érdeképviselet, vagy legalábbis mi a lakókat képviseljük, és nem a hivatalt. Nem? Hát ilyenek vannak. Amit ígérünk, akkor azt tartsuk be, ha valaki ír egy levelet, válaszoljunk. Ezek rendszeresen előfordulnak, hogy a beérkező levél, bár az e-mail nem hivatalos forma, de mégiscsak jön és akkor várja a választ, azt nem kap évekig választ, vagy ha kap, akkor nem történik utána semmi. Jó, akkor ez, ha nincs több, akkor szavazhatunk az elfogadásáról. Alapján, amivel elégedettek vagyunk a hivatal munkájával. Amit mutat a szavazási arány is. Hát ilyen a világon nincs szerintem máshol.
Köszönöm szépen, mennyire jó. Ez a jegyző úrnak a kitűnő kezelésének köszönhető. Következő napirendünk Terpfiasztó Szervezet Műszaki Fenntartási Feltek Kabaltatási Tevékenységéről szóló beszámoló. Előterjesztő Ratai András anyagot kiküldtük. 142. oldaltól van nálam. A végtelenig, mert a vége nincs lezárva. A TESZ ugye mindenki által ismert, immáron 35 éves jubileumát ünnepelte tavaly. Nem, most fogja január 1-én ünnepelni a 35 éves jubileumát, úgyhogy erre kellően tessék. 83. január 1-től indult, és akkor 35. Akkor már megtörtént. De hát az idén, hát most valamikor megtartják, ugye van. 36 éve alakult. Igen, hihetetlen módon az utóbbi 10 évben, vagy 12-ben semmi támadás nem érte a teszt, nem tudom, hogy minek köszönhető, de hihetetlen módon régebben mindig izégették, de most valahogy adott, amióta már nem én vagyok az igazgató, tehát sokkal jobban mennek a dolgok. Lehet látni. A TESZ munkája fontos, András vezetése alatt kicsit más arculatot kapott, tehát a saját hogy mondjam, stabilitását, elhelyezkedést a város szövetében azt határozottabbá tette. Ez jó is. És akkor majd egyszer több anyagi forrás lesz, akkor ez meg is fog majd térülni ez a munka, mert akkor abban tud majd működni. Jelenleg még azért sok benne van egyszerűbb kézi jelen, mert egyszerűen szűkösek a viszonyok, de mindenképpen a működésre szükség van. Itt a nagyobb változás, vagy várható, egyrészt az iskolák eltávozása, ez volt egy nagy változás. A konyhák körüli mostan folyik egy ilyen szervező munka, elemző munka, hogy a konyhákat hogy érdemes üzemeltetni az új iskola megalakulása vagy építése kapcsán. Most ott tartottunk egyik, hogy a tervező fele azt kértük, vagy azt közvetítettük, hogy egy nagy konyha legyen az új iskolában, egy 3000-es. A két öreg iskolában most 800-800-as konyhák vannak, és akkor ez a 3000-es, ha ezt ott megépítik állami pénzzel, akkor ez adott esetben el tudna látni az egész várost is szállítással, mert az új iskolában is 800-an körül fognak járni. Tehát ez lenne egy jó megoldás, ezt fölvállalták egyelőre, tehát nem volt olyan, hogy ez miért kell ekkor, vagy miért ilyen. Tehát egy ilyen 3000-es korszerű technológiás, esetleg a mostani időknek megfelelő felszereltséggel ez egy jó lépés lenne. És akkor ennek, hogy akkor ez marad-e a tesztnél, ez a tevékenység, vagy esetleg kiszervezésre kerül, ennek a anyagi hátterét vizsgáljuk, mert Dunakeszin kiszervezték, több panaszt lett valószínűleg emiatt, ugye, egy darabig ott is kell, evette, tudom, a polgármester ott evette az egyik iskolába, hogy bizonyítsa azt, hogy ez jó. Ez igen, de ez olyan, mint amikor én bemegyek egy vendéglőbe, vagy alóvá, itt a Gödön, én nem tudok valódi képet kapni, mert egy kicsivel csak másképp szolgálnak fel, vagy kedvesebbek, és hát így akkor az ember nem jut hozzá a valódi napi helyzethez olyan módon. Ugye, Gyuri? Így van ez. Nagyobb az adat. Valakinek a fél adag eléri az egésznek a kétszeresét, ilyen is előfordul. Mint Mátyás király, igen, áruhában kellene. Tehát, de önállók ez anyagi megtakarítás eredményezett, ott is készült egy új iskola, tehát lehet, hogy itt is ez az út, de azt gondolom, hogy ha bárki megcsinálja ezt jobban, azt megteheti a helyi teszít, és akkor közvetlenebb a kapcsolata az igénybevevőkkel. Szabó Csaba. A pénzügyi bizottság elé is bekerült a beszámoló, átolvastuk és javasoljuk a testületek elfogadásra. Igen. Más kérdés, észrevétel? Hát igen, a magának ezt a városi fenntartást, amikor több anyagi erő lesz, akkor azért a tesztnél célszerű megtenni. Tehát azokat a tevékenységet, amit most nem végzünk, ezek a konkrét közterületi, mert van egy ilyen külső vállalkozó rész, de azért nagyon szűk szegmensét fedi le az egész városnak. És azt is lehet látni, hogy a lakosok felé, hogy ma már azért az ritkán fordul el, hogy valaki kimegy egy lapáttal, vagy egy kapával, és akkor a megállt víztócsánál egy kis igazítással levezeti az árokba, nem törődnek ezzel. Úgy az emberek. Régebben ezt talán jobban a saját portáljuk előtt jobban megtették. Akkor szavaztunk?
Na, akkor szavazzunk. Mi a TED beszámolját elfogadjuk. Ezekben a témákban, amikről írták, természetesen mindenki sok más csinál, a pénzügyi munka van, étkeztetés van, temetőfenntartás van, és szörnyű van még, úgyhogy... Ötös napirendi pontunk, a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendek meghatározása, erre javaslatot Pintér György alpolgármester úr tesz. Köszönöm szépen. Korábban ugye az volt a gyakorlat, hogy az év végén, novemberben meghatároztuk a még év végig, tehát a december végi, a január elejé munkarendet, és felmerült itt teljes joggal, hogy erről döntsünk már az év elején, hogy mindenki tudjon ehhez igazodni. Ez az egyik rész, amit itt előterjesztésben tisztelt testület elé tárunk javaslattal. A másik része pedig, hogy idén 6 darab hosszú hétvége lesz, és abból a hétfőről elkerülő napokra az javaslat, hogy akkor ne legyen szombaton külön munkavégzés, hanem az igazgatási szünet legyen. A rövidebb munkaidő, az, miből még egy van hátra, az pedig egy péntek délután 13:30 és 5 óra között kerülhessen ledolgozást a természetesen ügyfélszolgálattal együtt. A évvégi munkarend pedig úgy alakulna, hogy az elmúlt években volt, hogy január 2-a az még munkaszünet, és 3-án nyit a hivatal, ami ugyan csütörtök, de akkor ügyfélszolgálat az lenne, tehát ügyfélfogadás az lesz, és természetesen péntektől, tehát január 4-től pedig beáll a normál üzemi működés. Így az F pontban az igazgatási szünetek alatt összesen 8 munkanap, a hivatal dolgozói pedig szokás szerint éves szabadságukat töltik, tehát ez az éves szabadság keret terhére megy. Rendben van. Van ehhez valakinek egyéb javaslata? Szerintem ez eddig is működött. Nem volt vele probléma. Úgyhogy akkor szavazzunk az elfogadásáról. Pályázati tájékoztató 2014-18 között Popeli Julianna anyag mellékelve. Az elmúlt 3,5 pályázati munkájának összefoglalója. Röviden elmondom azért a lényeget, ami ebben szerepel. Az elmúlt időszakban 52 hazai és uniós pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Ebből 32 darab nyertes pályázatunk van, 3 darab van, ami most van még elbírálás alatt, és 17 pályázat, ami nem nyert, és ez a pályázat, benyújtott pályázatok 32,7%-a. De ha azt veszik figyelembe, hogy van olyan pályázat, amit kétszer is benyújtottunk, mert az első nem nyert, ez 2 darab ilyen pályázat is volt, akkor mindössze 29%-os azoknak a pályázatoknak az aránya, amelyek nem nyertek. A számokon túl még az összegszerűségét is érdemes kiemelni a nyertes pályázatoknál. 894 millió 408 ezer forint támogatást nyert a város az elmúlt 3,5 év alatt, és ennek a támogatásnak a támogatási intenzitása 85,6%-os. Tehát emellé a 894 millió forint mellé 150 millió forint önrészt tett a város ahhoz, hogy ezek a projektek megvalósulhassanak. Még röviden annyit, hogy van 3 olyan benyújtott pályázatunk, ami elbírálás alatt van. Az egyik az Alsógödi vasútállomás melletti P plusz R parkoló. Ezt 2006-ban nyújtottuk be, és azóta sajnos semmi reakció, válasz nem érkezett a pályázattal kapcsolatban. A másik a Gödi kincsemovoda újraépítése 275 férőhelyen, erre a pályázatra vonatkozóan áprilisban várható döntés. És a harmadik a biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladék lerakótól Gödön, ez a zöld hulladékos pályázat, ami ezen a héten benyújtásra került.
ezeknek a pályázatoknak a támogatása igen jelentős összeget tesz ki. Itt a mellékelt A3-as táblázaton részletesen fel van tüntetve minden, tehát azért is nyomtattuk ki így, hogy hazavihető, megnézhető, elrakható ezek a kinyomtatott anyagok. Röviden ennyit szerettem volna, részletek pedig a kiosztott anyagban megtalálhatóak. Köszönöm. Pintér György úr. Köszönöm szépen, csak egyetlen plusz információt szeretnénk, ha majd bekerült, és örömmel látjuk, hogy végre a meglehetősen lassú, rajtunk kívülálló okokból lassú ügymenet a zöld hulladékos pályázat kapcsán, hogy remélhetőleg belátható időn belül ugyanilyen összegű pályázat benyújtásra fog kerülni. Erről már döntött korábban a testület a szelektív hulladékkal kapcsolatban is, tehát ez két meglehetősen jelentős, és bízunk benne, hogy eséllyel kecsegtető pályázat, ami az egyik elindult, és a másik pedig hamarosan útjára bocsátódik szintén. Mind a kettő esetében 100%-os a támogatási intenzitás, tehát ez rendkívül fontos, hogy gyakorlatilag készen fogunk kapni a berendezéseket, de gyorsan bal kézzel, itt nyilvánossal lekopogom a dolgot, úgyhogy szurkolunk ennek is, csak ezt a másikat szerettem volna, hogy remélhetőleg a következő táblázatban az is benne lesz már hamarosan. És egy kicsit kitekintünk, akkor ebben a körzetben ugye fordulnak Esziköd, Csomád, Veres Egyháza tekintetében, Göd a pályázatokat illetően arányosan részesült, ez mutatja azt is, hogy a pályázati rendszer azért a területeket egyforma fontosságúnak tekinti, és mindenhova juttat a lehetőségekből. Ez ugyan Dunakeszi kiemelkedően többet kapott, mint a kisebbek, de ez meg a járási székhelyi tulajdonságával összefügg, ilyen nagyobb település, középiskákat üzemeltet, orvosi rendelőt üzemeltet, tehát többet, de ez ennek a következménye is. Hát azt kell gondolnom, hogy egyrészt itt jó munkát végeztünk, másrészt a pályázati rendszerben jól illeszkedtünk, és a óhatatlanul fönnálló érdekképviseletünk is jól működött a kormány és a bíráló szervek irányában is. Jó. Akkor ha ehhez még van esetleg valamilyen táblázat alapos, majd tanulmányozzuk jobban is. Igen, vissza kell térni, igen, és reméljük, hogy még sok pályázat lesz, amiben részt fogunk venni. Most már az utak következhetnének a belterületi utakra, kellene több pénzhez jutni, de hát ez a legnagyobb kérdés, gondolom. Hogy? Hát nyerünk egy-kettőt, mondjuk egyet, ugye. Tehát ez az, hogy olyan mennyiségű út van még hátra, hogy ezzel az ütemmel ilyen módon valószínűleg sose jutnánk a végére, tehát saját forrásokat kell erre teremteni. Jó. Akkor az elfogadásról szavazhatunk. Hogy? Elfogadás, a tudomásul vétel, igen, hát végül is ez elfogadás érteti azt is. Tájékoztatót elfogadjuk. Mi a különbség most? Milyen tudomásul veszük, hogy elfogadjuk? Jogilag mi a különbség azzal ebben? Azzal veszünk tudomásul, hogy megszavazza a testület, és akkor ez a tudomásul vétele. Mert aki nem beszavaz, az nem venné tudomásul. De aki De jogilag mi a következménye egy tudomásul vételnek, vagy egy elfogadásnak? Lényegében semmi. Kevésbé lényegében? Igen. Szakdózatot nyilván lehetne erről írni, hogy mi a különbség. De a lényeg az, hogy itt most az elfogadással tudomásul vett a képviselőtest. Most a pont. Jó. 18. évi közbeszerzési terv elfogadása, ez a hetes napirendi pontunk. Szintén Popeli Julianna. Hogy mindössze 5 darab közbeszerzési eljárást tervezünk ebben az évben a most elfogadott költségvetési számok alapján. Ami természetesen menet közben módosítható, akár egyes eljárások törölhetők is a tervből.
ez egy gyakorlatilag egy minden évben kötelező eleme a testület számára, hogy döntsön a közbeszerzési tervről. Két határozati javaslatot szükséges elfogadni, az egyik az önkormányzatra vonatkozik, a másik pedig a hivatalra vonatkozóan. Ott hivatalban nincs olyan értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás, tehát ott nem kerül sor hivatali szinten közbeszerzési eljárás lefolytatására. Köszönöm. Rendben van. Szabó Csaba. A pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadni. Enkei György. Éppen az lenne a kérdésem, illetve nem az én kérdésem, mert rengetegen fordulnak, gondolom, másokhoz is, hogy ez a bizonyos buszbeszerzés, ez mikor lesz? Tehát ténylegesen a buszok mikor fognak megjelenni Gödön? Én ennek folyamatban mondott eljárás. Én is ezt szoktam mondani. Igen. Tehát azt hiszem, már április 4-e, azt hiszem, a pályázatok benyújtási határideje, mert az eredeti kiírás szerint már márciusban be kellett volna nyújtani az ajánlatokat, ez módosításra került, de azt hiszem március 4-e az az időpont, amikor a pályázatok benyújtási határideje, illetve április, bocsánat, nem március, április. Mi, tehát kiírtuk a közbeszerzési eljárást, az uniós közbeszerzés lapjában a TED-ben is megjelent a felhívás, és a pályázók, tehát az ajánlattevők ajánlataikat akkor fogják benyújtani, és akkor ezt követően jönnek még az értékelések, tehát egy két hónap biztos még eltelik, mire megjelenhetnek itt majd. Az lenne akkor a kérdésem, ha tőlem is megkérdezik, milyen dátumot mondhatok, amikor itt megindul a buszközlekedés, vagy megjelennek azok a... Na most ugye mi indul meg, azért lesz kérdés, mert most is van buszközlekedés, épp most fogunk bővíteni egy kicsit a mai napi rendi pontok között a járatokon, és ha meg is jelennek majd buszok, az nem jelenti azt, hogy azonnal az a terv, amit valamikor tárgyaltunk minden elemében, megindul, mert ennek komoly anyagi hatásai vannak. Tehát a mostani ki járatokat bővítve, de gyakorlatilag a, nem tudom most, hogy van nevezve pontosan AB, vagy a 1-es, 2-es, amik szembeforgóan járnak körbe, az fog megindulni, és nem, tehát az, hogy mi indul meg, azért ezt el kell mondani, hogy nem hirtelen mindjárt 8 járat fog menni, és mindenhol busz lesz, hanem a mostani járat bővülve, észszerűbben újabb kocsikkal fog működni. De ez a két körjárat, amelyik egyik irányba megy most mindkét irányba fog menni egyidejűleg, és sűrűbben, és hétvégén is, tehát és jobb lesz az ellátás, de azért nem a végleges állapot. Egyébként kérdésem, nem ezért forszírozom ezt, hanem aki busszal jár, én nem járok, de információt bőven kapok, ez a jelenlegi buszoknak az állapota... Igen, ez jobb lesz. Műszakilag. Tehát ez nem is a járatsűrűség, hanem egyszerűen, hogy megbízható autóbuszok jelenjenek meg, ez a kérdés, és akkor még mindig nem kaptam választ, hogy mi az az idő. A válasz, hogy sok mindentől függ majd, mert egyrészt most a mostani üzemeltetők, akik ezt végzik, az a cég, annak egyszer volt már, hogy hosszabbítottuk a megbízásukat, és most megint lejár májusban. Most ezt követően akkor megint egy koncessziós eljárást kell lefolytatni, ahol majd valakik fognak jelentkezni. De hogy milyen kondíciókkal, azt most nem tudjuk. Tehát az komoly költség tényező lehet, hogyha olyan jelentkezők jönnek, csak nagyon nagy összegeket fognak kérni, akkor az egész dolgot meg kell vizsgálnunk, hogy mire lesz módunk. Tehát lehet, hogy olyan, a mostani cég az esetleg nem nyer, vagy nem tud indulni, már akkor az új cégek nem tudnak, milyen át fognak szabni. Mi most a piaci helyzetet. Látjuk azt, hogy mindenféle területeken másfél-kétszeresére nőttek szolgáltatási árak 2-3 év alatt. Munkaerőhiány van, nincs sofőr. Hát ezek miatt, ha egy sofőrnek 500 ezer fizetést kell adni, akkor nem úgy fog működni a busz, mint amikor 150 ezeré vagy 127 beültek. Most nem ülnek, mert nincs sofőr. Tehát ezek a költséget megemelik, a pályázók magasabb költséget fognak hozni, és akkor megjelenik a mi teherbíró képességünk, hogy mit tudunk fölvállalni most ugye járat bővítésben. A mostanit biztos, ennél többet, de nem azt a teljes tervet azonnal, amit valamikor kitűztünk. Ahhoz több bevétel kell, ahhoz pedig a nagy gyárunknak kell jól értékesíteni az európai piacon, hogy itt ilyen sokkal több. De jó járművek lesznek, tehát korszerű, jól felszerelt és gyakorlatilag új állapotúnak minősíthető járművek fognak megjelenni, tehát jobb lesz a körülmény. Komplex, majd meglátjuk akkor ott.
Szabó Csaba úr. Köszönöm. A pénzügyi bizottság tárgyalta, és az eredeti határozati javaslathoz képest a költségvetési sorban a 10-es számú melléklet második C1-es sorszámú költségvetési soron van a városi közlekedés támogatása. Dehogy nem. A busz közlekedésről van szó. Én nem. Most a közbeszerzés keretében került szó a buszokról is, mert egy Lenkei Gyuri bele kérdezett tízszer. Ja. Akkor azért zavarod. Összezavartam. Jelentés zavartam, akkor a közbeszerzésük. Igen. Ott is vagy. Pintér György úr. Még ez a buszos dologhoz, hogy tovább zavarjam a sorokat, ugye, és mert azt nem is akarom mondani, egy kérdés, hogy jelentkeznek egy felhívást, de remélhetőleg igen. De ugye egy érdemi fejlesztéshez még további beruházások is kellenek, mert megállók, tehát infrastruktúrális fejlesztés kell, megállókat, esetleges buszfordulót, várakozót, egyebet kell építeni, tehát van egy csomó egyéb tényező is, aminek a függvénye, de ugye alapvetően végül előbb-utóbb eljutunk mindig a pénzhez. Igen, és ugye a buszpiacon az látható, hogy itt nálunk egy kis cég csinálta ezt. Az országban több helyen hagyományosan 20 éve kis céget csinálták. Volt, amikor magának a városnak volt ez a valamilyen módon a érdekeltsége, aztán később más céget csinálták, de országos látni, hogy a kis cégek lassan eltűntek a rendszerből, és integrálódtak, csomópontok alakultak ki, és nagyobb cégek vették át ezt a tevékenységet, ami jellemzően költségnövekedéssel járt, ahol nagyobb cégek szálltak be. Ez itt is várható lesz most, hogy a jelentkezők között nagyobb cég fog megjelenni, és a kisebbek lehet, hogy nem is indul. Hát ezt a Gyuri mondja itt az mellettem, nem tudom, honnan beszél ezt a mondást, de ez régi mondás, hogy nagy hal ki. Hogy van? Kleine fisek, út-e fisek? A nagy halak megeszik a kis halakat, ez egy másik. Igen, mondta. Gondolom, de azért a kicsi csak jó, hogy a small is beautiful. Ja. Az egy harmadik. Igen. Igen. Széles közgazdasági spektrum, tehát mind a három egyébként. Igen, be, igen. No, tehát Simon Tamás. Még annyit szeretnék hozzáfűzni a előbb elhangzottakhoz az iskolák részéről, ugye folyamatosan, vagy bizonyos, úgy mondom, hogy a Huzella és a Búzaszem iskola részéről jött be olyan információ, hogy nagyon zsúfoltak a jelenlegi autóbuszok, nyilván az új buszok azért ezen annyiban enyhíteni fognak, reményeink szerint, hogy sokkal nagyobb, vagy legalábbis nagyobb és kulturáltabb szállítási kapacitással rendelkeznek. Tehát mindenképpen ez az egyik dolog, javulnia kell. A másik dolog az, hogy ez a jelenlegi menetrendterv nyilván a gyakorlatban el fogja dönteni, hogy mit hoz, és nincs kőbevésve, tehát gyakorlatilag a tervező mérnök készen áll ennek az adaptációjára a aktuális igények további analízisére. Köszönöm. Szabó Csaba. Köszönöm, azért ehhez a napi rendi ponthoz is van hozzáfűzni valóm, hogy a bizottság tárgyalta, és javasolja elfogadni. Volt, amíg ezt, ha van másik, mindig előhúzott egy újabb. Köszönöm, befejeztem. Jó. Akkor a közbeszerzési tervet ugye megnéztük, ebből bejön akkor majd a busz közlekedésnek is a valamilyen... Benne is van, igen. Jó. Nem erre gondolok, hanem most a koncesszióra, ugyanez nem közbeszerzés, de azért egy hasonló eljárás ki kell írni, jelentkezők vannak. Ugye? És ez májusban jár le, tehát alapvetően hónap kezdenünk is kell, hogy benne férjünk az időbe. Hogy ott ne legyen gond, hogy akkor ott már nem lehet hosszabbítani, és esetleg semmilyen buszközlekedés nem lenne akkor. Hogyha... Jó. És természetesen az is fölmerül, hogy akár egy városi megoldás is, akár, mert hiszen most saját buszaink lesznek. Tehát lesz 5 darab buszunk, ami a város tulajdona lesz. Eddig a szolgáltató hozta, amit hozott, ugye nem túl jó minőséget, ahogy Gyuri is mondta, de ha most a városnak lesz 5 járműve, azért más lesz a konstrukció, mert vagy az a cég fog üzemeltetni a mi buszainkat, tárgyakat, vagy pedig nem üzemelteti hozzá a sajátját, de akkor mit csinálunk a milyenkkel. Tehát valószínűleg fölmerülhetne egy akár egy városi dolog is, hogy kérem Andrást, hogy az engedély körüli dolgokat nézze meg, hogy van-e egyáltalán esélye egy városi üzemelésnek.
vagy nincs. Hogy milyen engedélyek, hogyan kellenek ehhez, hogy személyi közlekedést. Elvileg ugye képzett ember kell bele, akinek van ilyen vizsgája, a cég maga megvan, azt csinálhatnának, nem ennek akadálya. A BKV is állami cég, nem? Végül is akkor biztos, hogy van ennek módja. Jelentkeznének a háttérben súlyos problémák egyébként az üzemelésnél, ha államit a saját magunk csinálnánk, de ezek inkább pénzügyi problémák, amit hát fizetni kell. Tehát drágábbá válna az üzemelés. Igen, állami ügyönkormányzati. Igen, főváros. Tehát, ugyanez a, tehát elvileg nincs akadálya, hogy csinálja bárki a saját körben, ellenben, mondom, sokba kerül. Még többe. Ha esetleg úgy kerülne elő, hogy nem jön olyan vállalkozásra, akit ki tudunk fizetni, akkor lehet, hogy egy saját megoldás előjöhetne. A telephely végül is van, ugyan a telephely, tehát minden megvan hozzá. Szavazzunk akkor a beszerzési terv elfogadásáról. 8-as pont. Hétvégi járatok fenntartása, ez egy részletszavazás most a jelenlegi rendszerben, hogy a hétvégén is menjenek, ennek van némi költségvonzata, megtalálható a 183-187 oldalon nálam. Tehát bővített menetrend szerint végzik mindaddig, ameddig még ugye kapcsolatban állnak velünk. Ez a mi igényünk, úgyhogy kérem, hogy támogassátok. Lenkei György úr. Igen, köszönöm szépen. Nem azért mondom, mert a polgármester és én szerveztük, de mindenképp mintaértékű, hogy rendszeresen, többé-kevésbé rendszeresen tartottunk lakossági fórumot, és sok kérdés fölmerült. Ott merült föl ez az igény a hétvégi és munkaszüneti napokon a buszjáratra, és ugye a szolgáló önkormányzat nevében ezt meg is valósítottuk. Igen, viszonylag kis járatszámmal, de nem túl nagy költséggel, de működik. Szabó Csaba úr. Köszönöm, és most jön az, amit az előbb mondtam. Hogy tárgyalta a pénzügyi bizottság, és hogy a költségvetés 10. mellékletének 2. cépe egy sorszámú költségvetési során van ez a plusz költség betervezve. Köszönöm. Köszönjük, Pintér úr. Köszönöm szépen. Maximális támogatás mellett csak szeretném jelezni, hogy érdemes odafigyelni, amikor ezt a szerződést megkötjük, hogy itt kifejezetten szombat-vasárnapról van szó, hogy azt érdemes megnézni, hogy az esetleges ünnepnapokkal mi van, mert ugye van olyan, ami se nem szombat, hanem vasárnap, hanem munkanap, tehát húsvét, hétfő, pünköst, hétfő, hogy azokon akkor a szolgáltatás az jó. Végig gondolva legyen. Akkor plusz pénzügyi. Nem, hát ha úgy van, hogy hétfőtől péntekig látja el a feladatot, akkor így semmi. Jeleztem, hogy egyáltalán csak szerződéskötéskor nézzék meg. Nem kérek külön szavazás, se pénz, semmit, csak ennyi. Rendben. 9-es zárt ülés lesz, ugye? Igen. Ezt meg kell szavazni. Még nem, hát még vannak egyebek vannak. Még az, mert azt szavazzunk, igen. Azt szavazzunk, igen. Azt mondja, 10-es pont jön, az vagy még előbb is. A egyebeknek vannak. 2-es, 3-as, egyebek egy van akkor először. KOSP határozatok jóváhagyása, támogatások 188-193, Pintér György. Ezek viszonylag technikai jellegű, hiszen itt a alapítványoknak szóló támogatásnak a jóváhagyása gyakorlatilag, ami KOSP keretre megy, ez a egyik, a másik pedig egy olyan sor fölötti diszponálás a 190. oldalon, ami pedig testületi jogosítvány, és a KOSP szokott erre javaslatot tenni. Úgyhogy ez a két, illetve három támogatástól beszélünk, két alapítvány és egy sportszakosztály sor. Szerintem akár, hogyha nincs kifogás, egybe is lehet szavazni ezek igen, az elfogadására. Nem tudom, hogy összegekről van szó, de
tavalyival igen. Pontosan megegyező összeget, amiket a testület ugyanúgy jóvá hagyott, ugyan ezeknek a szervezeteknek ugyanilyen célra. Akkor szavazzunk az elfogadásról Pintér úr javaslat alapján. Szépen. Akkor jön az egyebekben a kettes, igen. Döntés a Gödi rendőrös részére vásárolt személyautó kaszkó biztosításáról. Láttuk, hogy ez évi 120 ezer forintnyi körüli összeg. Ez is a kocsi a miénk. Összetörik és a miénket törik össze. De ott volt egy kiegészítő javaslat, hogy azért a önrész fizesse az, aki összetöri. Ebben egyetérthetünk, azt hiszem, hogy hát vállalja egyáltalán. Vállalja, aki készített az előterjesztést. Tudja ezt a rendőrös vállalni, mert mondja, hogy dönthetünk így, ha ő neki nincs erre mondja. Igen. A bizottsági ülésen az szerepelt, hogy a őrsparancsnok úr egyetértett ezzel a felvetéssel, azt mondta, hogy ugyanakkor ezt egyezteti, tehát elképzelhető, hogy visszakerül a történet, de hogy alapvetően ez a működési költségek közé ő maga is javasolja. Egyáltalán a Gödi rendőrös, mint olyan jogi személy? Nem. Hát akkor őt hiába teszi be a döntésbe, hogy ő fizessen, ha őnek kérdés. Igen, de hogy mondja. Ugye ő a közvetítő a két, tehát a két szerződéskötő fél között, akkor így tudok fogalmazni. Jó. A másik csak, hogy itt a utolsó előtti sorban szerepeljen az, hogy azt érdemes csak, hogy értelmű legyen a mondat akkor a jegyzőkönyvnek, ezt majd kiegészítjük. Rendben, Szabó Csaba. Pénzügyi bizottság tárgyalta, és a 2018 évi költségvetési rendelet dologi előirányzatokból fedezzük. Köszönöm szépen. Ja, és javasoljuk elfogadni. Igen. Más észrevétel. Szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyébek 3. Főépítészasszony. Településfejletés, rendezés, településkép, partnerség, egyeztetés, helyi szabályra szó rendelt megalkotása, vagy módosítása. Újabb partner jelentkezett, nincs akadálya a felvételének. Ki az az újabb partner? Prétor Csaba. Ki? Prétor Csaba. Prétor Csaba? Igen. Jó. Jó. Legyen, jó. Kérdés észrevétel. Akkor szavazhatunk. Mi fáz jön? Zárt ülés rendeléséről szavazunk. Köszönöm szépen, akkor zárt ülésről.